Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Mivel már vészesen közeledik a karácsony, ezért gondoltam, hogy egy ilyen ünnepi, picit extrább, kevésbé hordható karácsonyi sminket hozok nektek. Nemrég láttam egy inspirációt egy hasonló sminkről a Pinterestem, és nagyon-nagyon megtetszett, illetve ezt a rúst hozta magamnak a télapó, úgyhogy mindenféleképpen szerettem volna most már kipróbálni. Ez egy csodaszép, narancsos, pirosas MAC rúzs, aminek a neve a Mangrove. A szemsín pedig, ahogy láthatjátok, csillámporos, nagyon extra, de könnyen elkészíthető, otthon felelhető hozzávalókat használtam az elkészítéséhez és a csillámpor szemhéjfestékbe való beleragasztásához. Meg fogjátok látni a videó közben, hogy hogyan készítettem el. Alulra is kerül egy kis csillámpor, ami szerintem még extrábbá teszi ezt az egész sminket, de ha nem karácsonykor, akár egy szilveszteri buliba is szerintem nagyon jól tud mutatni. A rúzs az nyilván tetszés szerint variálható, hoztam itt még néhány opciót, ami szerintem nagyon jól passzolna hozzá, mondjuk egy ilyen barna színű, csoki barna rúzs, ez konkrétan egy Victoria's Secret Bold nevű velvet matt folyékony rúzs, vagy például egy klasszikus nuddal, sose tudunk mellélődni, ez az Evanna Cosmetics-nek a 25-ös számú folyékony rúzsa. Ezzel is szuper jól tud mutatni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, hogy hogyan készítettem el ezt a sminket, akkor tartsatok velem, és ha tetszik a videó, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, ha megnéztek, vágjunk is bele! A szemsminkemet fogom először elkészíteni, ez a MAC Painterly színű pénypottya, felviszem a mozgó szemhéja egészére. Az Essence Be Beautiful palettát használtam ma, először ezt a matt vanília színt, az In The Buff nevűt, ezzel fixáltam a szemhéjalapozót, aztán jön a Fired Up nevű szín, ezt egy lapos szemhéjfestékecsettel felviszem a mozgó szemhéjam külső és belső harmadára, a középső részt szabadon hagyva. Aztán átváltottam az On My Own nevű színre ugyanebből a palettából is, egy kicsi satírozó ecsettel eldolgozom a másik barna színnek a széleit, és összekötöm tulajdonképpen felül a kettőt. Jön egy pici korrektor, bármilyet korrektort használtunk, én ezt az Evanna Cosmetics korrektort használtam, néhány pöttyöt a mozgó szemhéjam közepére, amit egy pici ecsettel eldolgoztam, és a Pupa Hot Flame palettájából vettem ezt az aranyszínű szemhéjfestéket, amit csak így az ujjammal felütögettem a mozgó szemhéjam középső részére, közvetlenül a korrektorba, hogy még jobban tapadjon bele. Visszatértem egy picit a Fired Up nevű színhez, és összedolgoztam vele a színeket. Végül pedig egy pici az On My Own nevű színből, és egy nagyobb satírozó ecsetet vettem hozzá, amivel a csarkokat szépen eldolgoztam. Aztán következett a Top Up nevű szín, ezt használtam a szemöldökcsontom kihangsúlyozására, és egyébként a hangomért elnézést kérek, kicsit megfázós sztoriba vagyok, de itt jön a lényeg. Vettem ezt a nagyobb darabokból álló csillámport, és ezt a műszempillaragasztót, amit felpöttyöztem a mozgó szemhéjam középső részére, közvetlenül az aranyszínű szemhéjfestékre. Ezt követően pedig az ujjammal felvettem egy adagot a csillámporból, és felütögettem a szempillaragasztóba, tökéletesen beleragad, egy szem se hullik le belőle. Aztán jött egy kis szempillaspirál, ez az icipici Clinic szempillaspirálom High Impact nevű, ezt most teszteltem először, aztán fekete szemceruzával kihúztam a felső vízvonalamat. Előtt befejeztem volna a szemsminkemet, következett az arcom, ez a Catrice Light Correcting Serum Primer, amit ma használtam, majd pedig a Pupa Natural Side és a Catrice HD Liquid Coverage alapozóját mixeltem össze az arcomon. Az egyik egy picit sötétebb szín volt, a másik egy picit világosabb, így tudtam kikeverni a tökéletes színt, és ma ecsetet használtam az eloszlatásához. A már korábban látott Evanna Cosmetics 01-es színű vagy számú korrektorát használtam a szokásos területeken, és ezt pedig sminkszivacsal oszlattam el. A
szem alatti területen fixálására és a homlokom közepére a Zevana Cosmetics Luxury Transparent Puderét használtam, nedves mixivacsal vittem fel, hogy még tartósabb és hosszantartó matt hatást érjek el például a homlokomon, illetve a szemünk alatti nagyon szépen el lehet kerülni, hogy a ráncocskákba begyűjjön a korrektor, az arcom többi részére pedig az Anna Belle Minerals Puder alapozóját használtam, egyszerűen imádom ezt a termék kombinációt. Ez a Too Faced Milk Chocolate bronzosítója, nagyon rég használtam, de nagyon-nagyon szeretem, imádom a csoki illatát és a színét, úgyhogy ezt használtam ma az arccsontom kihangsúlyozására, a homlokom közepére is, a pirosító pedig a MAC Melba nevű pirosítója volt, szerintem egész jól passzolt ehhez a sminkhez. Végül pedig egy ultra intenzív highlighter paletta a Sleek-től, ebből használtam ezt a picit pezsgő színű highlightert az arccsontom kihangsúlyozására, picit a halántékomra is felvittem belőle az orrom közepére és a szám fölé is. Akkor az alsó szempilláim tövében ugyanazokat a lépéseket követtem, mint amit a mozgó szemhéjamon. A Fire Duck nevű szín jött a külső és belső harmadba, az aranyszínű pupa szemhéj festék egy kis fix plusztal, és ezzel a ferde végű ecsettel az alsó szempilláim középső részére, majd pedig a világosabb barna színnel eldolgoztam a színeket alul, egy pici satírozó ecset segítségével, aztán pedig ugyanúgy, ahogy felül jött a műszempilla ragasztó és bele a csillagot. Lámpor. Ez a Pupa Made to Last folyékony vízálló szemhéj festékéből a 006-os szín volt, amit a belső szemzugomba először felvittem. Ez volt az alapja tulajdonképpen ennek a Top Up nevű színnek, nagyon-nagyon szépen beleragad és egész nap tart. Aztán a köszámat körberajzoltam ezzel a Pupa Side Contour ceruzával, ez egy sötétebb, bordósabb szín, és utána pedig jött a MAC Mangrove nevű színű rúzsa, amit felvittem a szám egészére. Legvégül pedig egy kis MAC Godlight nevű fix plusszal befújtam az arcom egészét, és ezzel el is készült a sminkünk. Ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek meg. Köszönöm, hogy megnéztetek, én ezzel a videóval kívánok nektek nagyon kellemes karácsonyt, szilveszteri még biztosan találkozunk. Sziasztok!